Köszöntöm a hírefem hallgatóit, a háttérképet hallják, Bogár Lászlóval, Boros Imrével, a műsorvezető Gajdi Csottó, és egy nagyon érzékeny, mindenkit érintő témáról fogunk ma beszélgetni, ez pedig a elképesztő magas infláció, ami most már nyugodtan mondhatjuk, hogy világbajnok. És ennek nyilvánvaló, hogy rengeteg oka van, azt zárjuk ki természetesen, amit az ellenzék súlykol, hogy mert az orbán kormány nem tud gazdaságpolitikát csinálni, hanem nézzünk mögé az igazi okoknak. És kezdjük mindjárt azzal, hogy a leginkább, ami az emberek számára érzékelhető, az az élelmiszerár robbanás. Ami egy kicsit megvalom őszintén, egy ilyen fejlett mezőgazdaságú országban, mint Magyarország, még kocifántosabb, még érdekesebb. Úgyhogy kezdjük ezzel, hogy úgy tűnik, hogy nem olyan jól a termés, mint amire számítottunk, de azért sokkal jobb, mint tavaly volt. Mi lesz a mezőgazdaságban? Hogyan látjátok? Na most ugye először is vegyük, erről már itt többször beszéltünk, mert ugye minket mindig azzal vádolnak, hogy mi mindig nyaljuk a kormány talpát szakmányba, hogy soha semmiféle kritikai, még még véletlenül sincs. Na most a kritikában is kétfajta van. Van egy építő jellegű kritika, amikor elmondjuk a véleményüket, mit kéne csinálni, hogy mi van, meg van egy olyan, hogy ezek, ezek aztán, meg egyéb, ugye nem ez. Na kérem szépen, ugye, hát azt tudjuk, hogy az inflációt semmi kérdés, a Magyarországra zúduló elképesztő méretű energia ár, emelkedés okozta, mert egy nagy arány okozta. Pont, ez már múlt idő, bocs, ez már múlt idő, mert az energiárak szépen visszamenegettek ugye a helyükre. Plusz még egy különleges szektorban, a megújuló energiák termelésében, napenergiában hát rekordot dönt a magyar buzgal, ügybuzgalom, mind a háztartások, mind az egyébként ipari méretű telepek területén, és olyan pluszokat produkál a rendszer egész Európában állunk is, hogy a múltkor azt hallom, hogy egy megawatt óra áramot, ha átvesz, kap ajándékba 500 eurót. Na szóval ez csak úgy kiemelkedő. Na de hol van az már, ugye, hogy, hogy tudom én, ugyanakkor viszont élelmiszer. A legfontosabb, elmondtuk itt is, és némiképp kritikaként is, hogy igen, az Orbán kormány az alsó három jövedelem tizedétnek a nagy részét kiemelte abból a szintből, amit szegénységnek neveznek Európa. Tehát megfelezte a szegénységi szintet. Ez az infláció meg tolja visszafele ezt a népet. Ez megengedhetetlen. Az infláció ellenes küzdelem nagyjából olyan, mint amikor a mezőt ellepik az űrgék régen, és a fél faló megy a vödörre és ürgét önt. Tehát itt nem egy, egy darab szervnek kell küzdeni az inflációval, az a szegény egyébként végzi is a dolgát a versenyhivatal, hanem az egész államaparátusnak, sőt magunknak az állampolgároknak. is. Mondok példákat. Ugye a legemblematikusabb élelmiszer alapanyagunk a gabona. Mit hallok legutóbb? A kereskedő urak, pillanatnyilag egy tonna búzáért, malmi búzáért 60 ezer forintot óhajtanak fizetni. Ez kilóra levetítve 60 forint per kiló. Felteszem a nagy kérdés, mert mondom, mint csomagcipelő, komoly bet osztást kaptam a feleségemmel, nézem a kenyér árakat, hát ugye pékekhez megyünk, stb. hát 1000-1500 forint közötti áll. Hogy jön ez ki? Hm. Nem kéne megnézni, azt mondja. Termelő, kereskedő. Kereskedő malom, malom pék, pék pék üzlet és a piac kapcsolatrendszer, hogy hol rejtik el az inflációs hasznot. Mert valahol eltűnik. Hát egyébként hát vannak ugye olyan kenyerek, amit egyszerűen csak ledarálják a búzát, teljes kérülés úgy hívják, vagy a rost, és akkor azt megsütik kenyérnek, meg még ráadásul ez a legdrágább. Úgyhogy ezekkel a egyébként dolgokkal... Az, azt hagyvessem közbe, hogy ö, félelmetes gyorsasággal ment keresztül a kormánynak az a rendelete, hogy tessék akciózni. Most mindenki akciózik, még talán nagyobb mértékben is, mint ahogy az kötelező, hogy? Miből? Akkor eddig miért adták háromszor annyira? Ha most hát lenne? mert a kutya nem bántotta <laughs> őket ezért, és volt pofájuk annyit kérni, ha nem szólnak rád, hogy te hazudsz, akkor te tovább fogsz hazudni, ugye? Hát ilyen az emberi természet, ezt föl kell fogni, és hát ez már ürgeöntés, ugye? Beöntöttek egy Kis vizecskét valahol, és az ürgék szaladnak szétfele, menekülnek pánik szerűen, mert akkor meg lemarad a versenybe. Így is azt lehet mondani, hogy sajnos a magyar tulajdonú kereskedelmi hálózatok a versenybe lemaradtak. Nem akarom kimondani annak a kicsi nevű cégnek a zét, aki a kiskereskedelmi forgalom élelmiszerfronton megnyerte tavaly. Külföldi. Uh -huh. Nem kéne ebből tanulni? Hmm. Aci, te hogy látod ezt? Az nem kétséges, hogy a világot érte egy inflációs sok, ami hát nyilván a háború. Erről többször beszéltünk, mind a két logika érvényesnek látszik, és, és valószínűleg mind a két logika jelen van, ha pontosabban fordított. Az egyik, tehát az, hogy kirobbant a háború, a háborúk után büntető szankciók, ami nyilván összezilálja az egész globális tranzakciós rendszert, és ennek a következménye a bizonytalanságból adódóan az infláció. De van egy másik ok is és az ugyanannyira érvényes, ezt is többször említettük, csak azért foglaljuk össze, hogy a legalapvetőbb cél azért volt az infláció, mert kb. 300 ezer milliárd dollár van, még most is egyébként, ráadásul újra emelkedésnek indultak az amerikai tőzsdék, már majdnem ugyanott vannak, mert ugye visszaesett ezer pontot a S&P, ami leginkább mutatja, tehát ebből az inflációs lufiból, abból a 300 ezer milliárd dollárból mondjuk leengedtek 100 ezer milliárd dollár, na de már megint kúszik vissza felé. Tehát, tehát ez egyúttal azt is jelzi, hogy maga az inflációs nyomás, és az a logika, hogy mindennél fontosabb az infláció volt. Na jó, jó, de hogy infláljuk el? Hogy terítsük szét a világon, hogy nehogy már egyszerre rázuhanjon az amerikai felső középosztályra? Egyébként nem tudom, miért ne zuhanna rá. Tehát aki, de miért ne? Tehát aki hülye, halljon meg, tehát aki komolyan gondolja azt, ráadásul amerikai felső középosztályhoz, Tartozik, hogy hitelbe vesz pénzért pénzt, és akkor az kurva jó, mert és, és, a, és, és nincs semmiféle alapja természetesen. Tehát még egyszer mondom, hitelbevet pénzből pénzt. És úgy gondolta, hogy ez így nagyon jól van. Hogy ki fogja megtermelni azt, amit ő kivesz ebből, azon már nem gondolkodott. Tehát majd megoldja a globális hatalmat. Meg, is, persze, oldja, meg is oldja, persze széteríti a világot. Na, de visszatérve, mind a két logika érvényes, mind a két logikából természetesen ez az inflációs hullám adódik a magyar speciális probléma viszont az, hogy ez egy óriási inflációs hullám volt, de kiderült, a háborúnál unalmasabb dolog már nincs. Ez egy horrorisztikus szappanopera, a világon senkit nem érdekel már. Tényleg unottal hallgatják a hírek, tehát nincs unalmasabb dolog, mint ez a háború. Úgyis mindenki tudja, hogy legalább tíz évig elhúzódik, és hogy úgyis, tehát a a bábjátékot irányító hatalmi rendszerek úgyis addig fogják elhúzni és olyan következmény. Tehát a világon senkit nem érdekel már, és ez az energia árakon már tulajdonképpen tavasszal is meglátszott, semmi. Tehát végig futott egy inflációs hullám, az energia árak ma már stabilan, lényegesen alacsonyabbak, mint a háború előtt voltak. Tehát lehet, hogy egy darabig amíg végig futott ez az inflációs hullám, ez maximum fél mondjuk tavaly október, ahogy elkezdtek bespajzolni, hogy jó, jön a hideg tél, tényleg akkor volt a legmagasabb a gázára is. Ma a tizedét se, tehát az amszterdami gáztősdén, a gáz ára a tizedét sem mérje el annak, ami tavaly októberben volt, csak jelezném a magyar gázárakkal kapcsolatban is, tehát, hogy azért mindenki mindenki próbálja próbálja végig gondolni azt, hogy, hogy nagyjából fél év alatt, valamivel több, mint fél év alatt a tizedére, és stabilan és folyamatosan a tizedére esett vissza a gázára. Visszaesett tehát, a háború valamire... előtti szintre, vagy nem, annál, azért annál, annál, annál A háború előtti szintre, sz... milyen a háború előtti előtti szintre, de a legdrámai baz, persze, mert a, a háború előtti szintnek körülbelül a mondjuk a háromszorosá volt októberben, mert jött a hisztéria, hogy jön a hideg tél, és akkor akkor mindennek vége Európában. Tehát, tehát, nagyjából azt lehet mondani, hogy ma a háború előtti gázárakhoz képest alig több, mint egyharmadán vannak a Jó. gázárak, mm. és stabilan egyharmadak, tehát nem, hogy arra nem lehet hiva, a kőolajára szintén jóval lényegesen és tartósan alatta van a, annak a szintnek, ami a háború előtt volt, tehát a gázárak alig több, mint egyharmadába kerülnek, mint a, vagy egyharmados szinten vannak, mint a háború előtt, a kiolajárak mondjuk stabilan 10-20%-kal alacsonyabb szinten, tehát ha valamire nem lehet hivatkozni, az az energia, tehát felejtsük el ezt a dolgot, tehát most már a legcsekélyebb mértékben sehol sem Európában, de Magyarországon aztán végképp nem lehet az energia árakra hivatkozni, pont. A másik az élelmiszer, mert valóban ami ezt a tartósan, és ez példanélküli, tehát ugye az európai átlagnak a háromszorosa az infláció Magyarországon, és most már tartósan, és ráadásul kilencedik hónapja, sőt most már 10. hónapja, 20% felett van, tehát nem úgy kétszámjegyű, hanem 20% felett van az infláció, és ezen belül, ami a legnagyobb dráma, hogy 30% felett van az élelmiszer infláció, Európa élelmiszertermelési termelési adottságait tekintve legjobb feltételekkel rendelkező országainak egyike vagyunk, és egy ilyen országban az, hogy kilenc hónapon keresztül tartósan 30 százalék felett van az infláció, ez csak annak tulajdonítható, hogy valami az egész társadalom és gazdaság szerveződési rendszerben nem stimmel. De valami nagyon mély probléma van, hogy mennyire mély ez a probléma, említettük ma, aminek nem lesz gyors megoldása, tehát ne legyen illúziónk. Lehet akciózni, meg minden mindenféle dolgokat, ezek nagyon helyesek, ideiglenesen, kétségtelenül segítik lecsilapítani a pszichózist, mert nyilván, ha tartósan ilyen rendkívül magas az infláció, akkor az tartós pszichózist idéz elő, hogy, hogy mindenki összecsinálja magát, hogy Istenem, még nagyobb lesz, tehát ahol csak tudok, Ez le van szarva, de tehát ahol csak lehetőségem van arra, hogy én emeljem valaminek az árát, ott fűrál a mindjárt a tízszeresért, vagy akárhányszorosan emelne, hát ezt is rendkívül nehéz lecsillapítani. a fogyasztás meg nagyján... visszafogja így az ember. Én még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy persze, hát több mint, tehát kétszámjegyű a volumen visszaesés, tehát a lábával, vagy kezével, vagy nem tudom, hogy kell ilyen gondolni, szavaz a, a vásárló értelemszerűen, ti, hát a, az energiából, ami vicces, hogy az energiából is 25%-kal kevesebbet fogyaszt, de csak azért, mert hát hogy is mondjuk csak a magyar energetikai vállalatok, mintha nem észlelnék azt, amiről az előbb beszéltünk. Tehát ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy magas ívben tesznek azok, akik Magyarországon az energia árakat ténylegesen befolyásolják, arra őket a jelek szerint nem zavarja, és a kormányzati hatalom meg hát őt zavarja, csak ő meg uh, képtelennek látszik megfegyelmezni Tehát ez is egy hatalomgazdasági probléma, de ennél is, tehát hatalomgazdasági problémáról van szó. Az energiaáraknál is, amelyek abszolút indokolatlanul ilyen magasak, és az élelmiszeráraknál is, amelyek még abszurdabb módon indokolatlanul magasabbak, és ennek az élelmiszeráraknál, meg hiszen más a hatalom gazdasági alapja az energiaárak indokolatlanul magas szintjének, és egészen más a hatalom gazdasági oka az élelmiszerárak rendkívül magas, egészen extrém szintjének. Az élelmiszeráraknál erről sokszor beszéltünk, a 70-es években készült egy dokumentumfilm a nagybani piacról. Természetesen nem engedték bemutatni, de ma sem engednék bemutatni egyébként. Természetesen, meg az elmúlt 50 év során soha nem engedte volna egyetlen kormány, egyetlen rezsim sem bemutatni, mert a magyar társadalomban meglévő patológikus mintázatoknak olyan mozzanataira mutat rá, amiből az látszik következni, hogy rendszerek, kormányok, rezsimek jönnek-mennek, de ez a struktúra, tehát ez a gátlástalan parazita struktúra, amelynek amely egyetlen feladatának azt tekinti, hogy a termelő és a fogyasztó közé Álljon, és mindent megtegyen, gyilk, akár gyilkos energiákat is mozgásba hozzon annak érdekében, hogy ezt a parazita pozícióját mindenféleképpen megőrize. Tehát ezen kellene inkább elgondolkodnunk, hogy hogyan lehetséges az, hogy Európa legjobb adottságaival élel élelmiszer termelési, illetve mezőgazdasági és élelmiszer a kettő nem ugyanaz, nyilván az agrártermelés, illetve az élelmiszeripar. Tehát hol hol vannak azok, és mi az alapvető és a legmélyebb oka azoknak a patológikus mintázatoknak, amelyek 50 éve, erről papírunk van, ez a bizonyos film, de lehet, hogy sokkal régebben megváltoztathatatlanak. Még egy dolgot tennék hozzá, volt Magyarországon egy hangya szövetkezet nevű rendszer, ez a rendszer igenis képes volt, Elő, az elmúlt 150 évben ez volt az egyetlen olyan sikeres kísérlet, amelyik meg tudta akadályozni, tartósan képes volt megakadályozni azt, hogy a termelő és a fogyasztó közé ez az élősdi és minden létező politikai rendszert azonnal lábon felvásárol. Hát, teljesen érthető, hiszen a, olyan pozíciót véd, és olyan módszerei vannak arra, hogy rendszerek jönnek, mennek, de mindenkit fel meg tudjon vásárolni ebben a rendszerben, és olyan finoman alkalmazkodik minden rendszerhez. Sajnos ez, ez a legalapvetőbb oka, amivel értelemszerűen igen, jó, adom át, igen, én már türelmetlen. És belátom azt, hogy szegény én még nem, szabad, nem szeret erről. Persze, senki nem de szeret erről nem, beszélni, mert te is. is csak azt mondtad el, hogy hú, de jó, amikor a ki, elmesélt, hogy te jó, van, Hogy vár, ki, milyen, milyen ki, jó végül. az, hogy te találtál egy titkos kis rendszer, ahol nem tud rátelepedni, de nem erről van szó, hogy egyénileg megtaláljuk azt a ügyeskedési... Nem baj. Ö, de jó, nem baj. Nem baj, de nem ez lenne a feladat, hanem nem. az, hogy például, mint a hangya szövetkezeti rendszer, az egész magyar társadalom üdvére tudjuk úgy átalakítani a rendszert, hogy ez az élősködő struktúra, ami persze értelemszerűen a világon mindenütt jelen van, csak mindenütt hatékonyabb az ellene való olyan, és itt nem csak jogszabályokról van szó, hanem, hanem társadalmi beidegződésekről. Tehát valamilyen értelemben ez nem csak jogi, hanem morális szabályozási kérdés is. Tehát ez arra is utal, hogy nem csak a jog képtelen szabályozni egy hatalom gazdasági anomáliát, hanem sajnos a magyar társadalom általános morális állapota sem igazán kedvez annak, hogy ez valahogy mégis csak hát voltak ilyen termelő értékesítő szövetkezetekre próbálkozások, hogy minden haszon ott maradjon a, a termelőknél, de nem sok, nem hosszú életűek voltak. Például sajnos. miért nem lehet levezetni? Most csak Imre, tényleg, elmondta azt, hogy 60 forint, és 1000 forint a vége, akkor hogy lesz a 60 forintból 1000 forint? Nyilván vannak reális költségek, de az, hogyha valami 16-szorosára emelkedik a végére, akkor le kellene tudni vezetni, hogy az a 16-szoros költsége emelkedés, a szóval az én. mégis miből te hát erre próbáltam, De nem vezeti le senki. kérek, éppen akkor erre próbáltam le. rávezetni, az illetékes hatóságot, hogy gondolom most elmegy a termelőhöz, elmegy a kereskedőhöz, elmegy a mónárhoz, elmegy a pékhez, meg elmegy a pékárot forgalmazó, és megnézi, mennyi, hogy, mint, merre, meddig költség. De most nem erre, akkor én visszatérném a fókusz egy ilyen alsó megvilágításba, és abszolút konkrétumokat akkor nézzük meg, hogy hol lehet teendő. Hát ugye a Laci is említette, hogy a kereslet elég rendesen visszazuhant, a fogyasztói kereslet, és hol zuhant a legjobban vissza? Épp az energetikai szektorban nevez. Ugye az áramnál is van visszaesés, azt a múltkor hallottuk, egy 7-8 százalék, de a benzin meg a gázolajfogyasztás 25-30 százalékkal. Nem vakarózik az ember itt a fejek No, hogy na akkor most mi van? Esetleg nem nem jut eszébe valakinek, hogy az ebbe illetékes nagy magyar tulajdonnal is rendelkező cég árazásával valami gubanc van? Nem gondol arra, hogy a sűrű forintra buknak a ritkább fillér helyett? Mi lenne, felteszem én a kérdést, nagy naivul, és a hozzáértés legcsekélyebb ö, elemét sem birtokló, áll szakértőként, mi lenne, ha egy százassal lejjebb tolnák az üzemanyag árakat? Mindjárt megmondom, hogy én hogy gondolom. Először is, ugye akkor vélhetően többen tankolnának benzint, meg gázalajat, mert sajnos nagyon megfekszi a családi költségvetést, és ezért nem megyünk el nyaralni már, visszafogjuk ezt. Tehát egy csomó egyéb szektort is érint ez az egész, nem beszélve az egész gazdasági működtetést. Tehát az energia az vitte föl, ha az lefele megy, az majd vinné lefele. Tehát itt teendők vannak, kőkemény teendők, ugye? mert például mi egy átjáróház vagyunk. Keletről, nyugatra, délről, északra, mindenhol velük. Megépítettük ott a sok autópályát, fejlesztjük a vasutakat, Hát ebből pénzt kéne csinálni. Na most a külföldi autó. rendszámok jönnek, tankolnak. Ha százassal lejjebb az iszonyú vastag csövön folyik be az államba az adó. Az áfa és a jövedéki adó. Oho. És ha növekszik a forgalom, akkor a sűrű fillérelven az élintő forgalmazott cégnek is folyik be a dolog. Nem beszélve, hogy például, hát mondjuk azt, hogy na most valószínűleg a kukoricát majd szárítani kell, oda is üzemanyag kell, gyakorlatilag a szárítás, tehát ez egy iszonyú tömeg, teendő. Itt van bizony hatósági teendő is, meg egyebek. Jó rendben van, szükség a kormány az extra asszony egy részét elvette. Ú, mindjárt mindenki oda volt, hogy a piac, meg a mit tudom én mi. Itt nem a piacsal kéne foglalkozni, hanem gyakorlatilag az árképzésnek megnézni, hogy milyen költségszintre írva, hova árazunk. Ugyanúgy, amit a Laci mondott gyakorlatilag a nagybaj piacra. Ott is az. Hogyan van az, hogy megveszek, mit tudom tudom én, termelőnél, termelőnél mondjuk megveszek most, tegnap mondom. Ki elmentem vidékre, 30 km Budapestről, és vettem egyet 600 forintért. Hát kapjál, Pesten, vegye 600 forintért. Kiváló jó minőségű megyet, amit el lehet rakni. De? Hát valahogy az is 2000 forint, meg 1800 lesz. A fene tudja, hogy hogyan. Van egy másik tétel. Szintén konkrétumok. Teendők vannak. Állami teendők vannak, meg állampolgári teendők is vannak ám. Mondom, űrgeöntésről beszélünk. Ugye, 10 millió vagyunk a másik oldalon. Ugye, hát kérem szépen a tejtermékek ára. Hát az még talán legbosszantóbb, ami ott történt. Kenyérár, kenyérte, ott a pékáruk és a tejtermék. Hát még ma is megyek, vagy Mutkó megyek pár napja, 2100 forint egy 850 grammos tejföl. Hát bocsánatot kérek. Van zöld ö, takarmány. Lesz rendesen takarmány az árpát már vágják le. Kukorica úgy néz ki, hogy nagy termés lesz, de zöld akar mert egyéb... Hát én úgy tudom, hogy ilyenkor tehenek abból adják a tehet. Vagy tévednék? Tévednék? Vagy tévednék? Esetleg fölemelték gigamagasságra a termelőktől a tejfölállás? Azt hiszem nem tévedek. Tehát itt vannak, na most egy valamit azért mondjunk el. Az, hogy ez az egészségtelen szerkezet, amiről a Laci utalt beállt, a rendszerváltás első nyolc évének bent van a keze. Tehát az a nagy találmány, amely szerint... Az elmúlt 150 év jó, legsötétebb jó, folyamatai mentek évvel, ott végbe, mit reggelizett, persze, jó, persze. de most csak a rendszerváltás dolga. De én is a rendszerváltásról beszélek, Na. hogy az elmúlt 150 év, akkor nem hallgattad meg, az elmúlt 150 év legsötétebb és legpusztító folyamata ment végbe van, a rendszerváltás és 8 év. megerősíteni. Így van, Töké így, így így tökéletesen egyetértünk. Amit egyébként azóta se tártunk fel. Mi az, hogy oka van nem volt reprivatizáció a mezőgazdaság. Most más dolog, hogy sokan a kárpotlási jegyelés dologgal nagyon jól jártak, mert óriási földterületeket vettek össze, semmiük nem volt, semmiük, hanem ő aztán egy darab földet se vesz. Én mondom a saját tapasztalatból. Zalaiak jártak kárpótlás után. Volt ott, hogy 500 forint kárpótlási jegyér egy hektár földet hoztak ki most ott 2 millió alatt már nem kapsz földet. Ma egymásnak döfkik a bökőt, hogy bérletbe kapja valaki a földet. Azt hallom, hogy aki nagyobb területekkel rendelkezik, évente három-négy újabb Megkeresése, vagy hogy ő több bérletet fizetne. Aha. Tehát Bocsánat, Ott gyak... vannak olyan esetek, ahol ma ezerszer többet ér az a föld, hát, mint laksz, amennyi azért rossz, a, a kárpótlási jegyért kaptál. Na, mit so, Tehát az egyik a kár. Hogy ezzer. került oda? Azért. A következő. Géppuskával verték szét a magyar élelmiszer feldolgozást, illetve a termelésre épülő piacot. Volt TSker, volt Ákker, ezeknek voltak szakbótjai, kíván, viszonylag jó minőségben, nem akkora választ meg. Jó minőség. Miért? Azért, mert ez működött. Tehát amikor a mezőtől egészen a fogyasztóig elérünk, és tulajdonilag is egy szerkezet. Szét van verve. Ugye, tehát itt vannak a rendszerváltásnak is rettetes nagy bűnei. Tehát de jó, elkezdtük most, hála Isten, ugye élelmiszer feldolgozásra egyebek, komoly program van, de ugye amíg ezek a programok nem élesednek, sajnálatos módon ezzel az inflációs nyuggel viszonylag hosszú ideig el kell kínlódnunk, bár, mondom, azért pont az akciózások mutatják, azért érik, idézőjelbe, érzik többen a büdöset, hogy itt valami nagyon fisi, Halszagú, büdös halszag, ugye? És néha alá mennek annak az akciós áraknak is, ami kötelező. De a további, mondom, nemzeti jellegű összefogás, a kormány, a hatóságok, az állampolgárok, mindenki nem reggeltől esteget. Tudnék, öli a gazdaságot. Hát a Nemzeti Bank tele szívta magát magas kamatozású pénzek, hogy lecsapolja. A Nemzeti Banknak nem azért van nagy vesztesége, mert rossz a vezetése, hanem azért, mert neki kellett az utolsó percbe helytállni, hogy a pénzt beszívja. Ugye, de csak, hogy csak, magas kamattal adták, ez veszteség. Az államkötvényeket magas kamattal kell kinyomni. Ez a költségvetésbe direkt megy Direkt megy a Nemzeti Bank vesztesége, és előbb-utóbb ne legyenek illúziók. Tehát ha azt mondom, hogy az infláció ellenes küzdelem a sokkal izgalmasabb Magyarország szempontjából, mint az oroszokra háború, azt sem nem mondok sokat. Világos, Laci, folytassuk ja. már onnan, hogy ugye a a kormányfőnek a, a, szándékai azok határozottak és a világosak. De... Le kell törni az inflációt, mint a kukoricát, és egy számjegyűvé kell tenni az év végére. Milyen esélyekkel indul ebbe a harcba a kormányfő? A legdöntőbb kérdést én változatlanul ebben látom, amiről beszéltünk. A rendszer, Tehát, hogyha persze. ez, ha, ha magát ezt az mi? alapvetően ismeretlen uh, parazita struktúrát, tehát patológikus, degenerált struktúrát, ami külön szétválasztja egymástól, a fogy, vagy közé ékelődik a fogyasztó és a termelő Erről közé. a szólt a rendszerváltás. Ez, hát igen, és a rendszerváltás első nyolc évében, ahogyan említettem, az elm elmúlt 150 év legpusztítóbb folyamatai. Tehát, tehát aki ezek után valóban komolyan gondolja, hogy ünnepelnünk kell a rendszerváltást, még egyszer mondom mielőtt, bárki azt gondolná, hogy én úgy vélem, hogy Lehetőség a kádár... Hogy kádár én alatt mindig. jobb volt, nem, nem, Kádár alatt rossz volt, de a rendszerváltás rendszere még a Kádár rendszerrel is rosszabb lett abban az időszakban. Tehát ezzel végre szembesülnünk kell, hogy attól, hogy valami megváltozik, két lehetőség nem van. Biztos, az hogy egyik, jobb. hogy jobb lesz, a másik, hogy még annál is rosszabb lesz, csak másképp rossz. Ezt másképp én elismerem, rossz, hogy viszont, más mintázatban. Viszont nyitva az itt azt azért tegyük hozzá. É, jó, ez, az, a taluság, az, ez a talulság, ez a és ezt ha nem szűrjük le, akkor vétkek, vétkesek vagyunk, de ez az útnyitva van, ez ellen, az út ellen most nincs pillanat, a legfontosabb, le a a legfontosabb az volna, hogy a miniszterelnök minden nyilatkozatában újra és újra ezzel kapcsolatos megnyilatkozásában újra és újra jelezze, hogy a legalapvetőbb ok most már egyértelműen ez az élősködő struktúra, és ezen kell változtatni, és ebben az élő, élősködő struktúrában a legfontos mozzanatot változatlanul az idegen kezekben lévő kiskereskedelmi hálózatok jelentik. Mert érdekes Ilyen. módon Ilyen. ez is van. a rendszerváltás Ilyen. egyik legsötétebb, legpusztítóbb, legmocskosabb lépése volt, hogy Tesco-Tesco hátán, meg minden jó, akkor nem mondjuk cégneveket, de pontosan, tehát egy olyan országban, tehát falvakban, vagy kisvárosokban, Ilyen. még az Alföldön, és Tesco-Tesco hátán, egy olyan helyen, ahol például a ha említett hangya szövetkezet, és Pontos. egyébként is az egész szövetkezeti rendszer tökéletesen, a rendszerváltás kezdeti pillanatában is tökéletesen meg Igen, tudta volna Igen. oldani ezt az egészet. Ezért és a formák, hogyha idegen kezekben is, ráadásul ez szó szerint kell szándékosan mondom azt, hogy nem külföldi tulajdonban, hanem idegen kezekben van a kiskereskedelem, akkor ez azt jelenti, hogy egy idegen szervezet, tehát olyan, mint hogyha az élő szövetrendszerében a magyar társadalomnak egy olyan idegen szervezet létezne, amely Éppen ellentétesek az érdekei a magyar társadalom nevű élő rendszernek az érdekeivel. Tehát hogy, hogy, hogy lehet egyáltalán, mm. tehát hogy, ne, nem, nem az a kérdés, hogy ma nehéz helyzetben vagyunk, hanem az a kérdés, hogy egyáltalán hogy éltük túl az elmúlt 33 évet. Mm. Így, hogy egy idegen testként működik az anyagcserénket, az anyagi fizikai értelembe vett anyagcseréjét, amit értelemszerűen a kereskedelem közvetít, persze anyagi fizikai árukat. Tehát, hogy a társadalom anyagcseréjét ma egy idegen érdekeket szolgáló rendszer tartja, a teljes mértékben az ellenőrzése alatt, és ráadásul ezzel a maffiával, ami nyilván 50 éve közé, tehát 50 éve ezóta a film óta pontosan tudjuk, ami lábon felvásárol mindent és mindenkit minden, minden rendszerben, és zavartalanul művelhetik mindez, ez megengedhetetlen. Tehát értelemszerűen minden megnyilatkozásban újra és újra azt kell jelezni, hogy nem tűrjük tovább. Tehát radikális átalakításra van szükség ebben az egész. Tehát legyen tanulság. Tehát tanulni kell, nyilván a rossz folyamatokból egy is. Van. Lifelong learning, nem mondja szokták, az angol. Nem szokták sűrű nemlegetni, de például a brüsszeli támadásoknak egy jelentős pontja az, hogy észrevették, hogy például Lázár János nyilatkozataiban rendre előfordul, hogy ezeket a kereskedelmi láncokat magyarrá kell tenni. Rögtön elkezdtek sikoltozni, hát, hogy, hát, hogy na eh, ne, ez egy azon. Sőt, hát azon ez kéne csodálkozni, ne, ha hát nem, hát, 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 hát még szép, az a jó, az a jó, ha, mi, sőt, minél jobban sikítanak, az annál pontosabban jelzi, hogy helyes ha úton kritizálnak, mm. azt vegyük dicséretnek, Prász, ez ügyben. Na most van még egy aljas módszere ezeknek a multinacionális, nevezzük és akkor nem kell kerülgetni a kereskedelmi láncoknak. Amúgy is egy jó ez hogyha a ha például megjelenik, megjelenik egy, egy olyan formáció, amire többször utaltatok, amelyik megpróbálja ott tartani a hasznot és fejlesztésre és gyarapodásra használni, ahol az érték megtermelődött. Abban a pillanatban alámennek az ő áraiknak. Megtehetik, hiszen igen, tőke erősek. És, és kivéreztetik és eltapostják azonnal, még csirájában az ilyen kezdeményezéseket. Ezt jól láttuk néhány ilyen hajó Ez, van, ez van. Mit lehet akkor csinálni? Hát éppen ezért ez csak egy nagy átfogó manőverrel lehet véghez Tehát, hogyha ha mi most komolyan gondoljuk, ez egy jó szándékú elképzelés, hogy ösztönözzük a alulról szerveződő, azt az valóban azonnal kivégzik. Tehát lokális szinteken a kis helyi hálózatokat azonnal kivégzik. Ott csak valami elképesztő áldozatvállalás és a helyi közönség morális szintjén Rend, vagy, rendkívül magas morális szintje teszi esetleg lehetővé, hogy valahogy mégis működjön. Tehát ez, ez sajnos kizárólag csak radikális állami szintű, tehát a legmagasabb szintekről eledő, jól megalapozott stratégia, amelynek nagy társadalmi támogatottsága van, tehát érthetően kell, tehát el, igen, első igen, a jó igen, stratégia, igen. második az érthető elbeszélése, a gyerekek, a következőről van szó, egy legalább 33 éves problémát, de inkább 50 éves problémát. Már szeretnék ezzel, az... ezzel orvosolni, és ezért most itt egy át, teljesen átfogó és radikális változatra. Kezdődve, így van, tehát, vagy akár már 60 évről változásról van szó. Kérjük a magyar társadalom teljes támogatását mindehhez, Nem lesz egyszerű feladat, és nyilván óriási ellenállással kell számolnunk itt is. Tehát ne legyenek illúzióink. Ez a élősködő szerkezet egykönnyen nem fogja megadni magát értelemszerűen, és sajnos minden állam szervezetben lehetnek olyan, Hát, hogy mondjam, gyenge pontok, amelyekre majd összpontosítja a támadását, és azon keresztül próbálja ezt meghiúsítani. Tehát nem lesz egyszerű feladat, de enélkül sajnos ez lecseng már, tehát nyilván valamilyen értelemben túl leszünk rajta, de hát azért még két fájdalmas év mindenféleképpen következik, de túl leszünk rajta. De azért megengedhetetlen, és azért kell felhasználni ezt a rendkívüli alkalmat arra, hogy ezt a rendszer szintű átalakítást a legmagasabb állami szintekről radikális rendszerszintű átalakítás, teljes erővel végbe menő rendszerszintű átalakítást végbe vigyük, mert nem engedhetjük meg, hogy egy másik, és sajnos az előttünk álló módfeled kalandosnak ígérkező évtizedekben benne van a lehetősége annak, hogy ez még néhányszor meg fog ismétlődni a következő 30 50 évben, és nem engedhetjük meg az, hogy az egyébként is történelmileg hihetetlenül meg magyar társadalmat, most nem kell belemenni, pontosan ismerjük ezeket az okokat, még egy ilyen sok érhesse úgy, hogy tökéletesen felkészületlen, és hogy ez az élősködő struktúra azt csináljon, amit akar. Hát gyakorlatilag egyébként szerintem ideális az idő is ennek a megválasztására. Laci is utalt rá, hogy itt nem, nem csak belföldi erők, hanem az ellenük mozgó külföldőrő, sőt ezeknek a egy, egybefüggő rendszerével van dolgunk. Itt az idő, hogy kiharcoljuk a helyünket, legalább a saját hazánkba, és ha kell, a nagyobb közösségbe, az Európai Unióba. Ráadásul a nemzetközi széljárás is kezd ennek egy kicsit kedvezgetni. Uh -huh. Ugye? Mindenhol. Tehát igen, most. Ugye, kell. Nagyon, nagyon, nagyon elszaladt az időnk. Toppán, térjünk toppán, térjünk toppán, is bet. át erre a nemzetközi széljárásra, mert itt többször megemlítettük már, hogy hogy akkor lenne igazából tere, lehetősége azoknak a nagy változásoknak, amelyek kimozdítanák Magyarországot is és Európát is abból a holdpontból, ahova került, hogyha minél több tagországban, uniós tagországban például fölébrednének az emberek, kinyílna a szemük, észrevennék azokat az összefüggéseket, amiket ti itt hétről hétre föltártok. Na most úgy néz ki, hogy Németországban valami zajlik. Nem merném még minősíteni, hogy micsoda, de ott ugyan szélső jobboldali előretöréstek és a nácizmus kiújulásának nevezik, meg -még de azért, meg... azért ott mintha formálódna egy új néppárt. ez a. Ja. Nem AfD. formálódik, ez már hivatalosan AfD. néppárt, mert német definíció szerint, ha 20%-ot valaki elkerüli, akkor használhatjon, ez az AFD. Mondtuk a Lacival, hogy nekünk megbízhatóbbnak tűnne, ha CDU szelidülne vissza a konzervatív nemzetérdekű pályára, erre azt mondan nem lehet hely. Igen, az AFD elérte ezt a szintet kettő helyen, önkormányzati szinteken, mindenki ellen nyert. A volt NDK területén egy városba, ez egy 9-10 ezer fős városka, ott a polgármesteri posztot, és egy járásba, ott is van egy járási jár, első számú főnök azt is volt, ott is, ettől meg vannak őrülve, úgymond a németországéak. Aztán van más is. Ugye hát gyakorlatilag ö, úgy néz ki, hogy a kancellár úrnak is simogatják az orcáját, és pedig korrupciós ügyben van egy, még hamburgi polgármesterként összehozott kis adó huncutsága, adó huncutsága, és ezért vizsgálatot folytatnak, és a parlamenti vizsgálóbizottság gyerekek, tegnap láttam a videót, hát azt hittem, hogy kiesek a szépen. Ből. Ugye kiderült, hogy ott 40 millió eurónyi kis adósik, volt, hamburgi polgármesteri hivatal volt a hidaptalos adóhatóság, és az érintett bank az a Warburg Bank, egy emblematikus bank, 40 millió, és azt találta mondani ez a vizsgálóbizottság, hogy hát nyilvánvaló kormányzati többsége, hogy ez felség jogi kérdés. Jézus mi az, hogy. Na most erre még Merz, aki ugye azt lehet mondani, hogy a nemzetközi, hogy mondjam, kiszolgáló rétegnek a tetején van, mint hadrokos német főnök, most meg CD főnök, azt mondta, hogy így tördeltet kezecskőét a mert Hát ő nem tudja, de tényleg ezt nem akarta. De most már ezzel muszáj az alkotmánybírósághoz elmenni. Kérem szépen, azt hiszem, Wiesbadenben van, és megkérdezni, hogy az mi a franc, a felső. Magyarán szóval sikálják el ezt az egészet. Úgyhogy mozdul a pálya, Franciaországról most különösebben ne beszéljünk, mert mindenki értesül. Minden ők, mozdul kép, a pálya. Tehát Visszatérve akkor. az eredeti témánkra, igen, hát szoktuk mondani, majdnem minden, majdnem mindennel összefügg. A mi dolgunk, miután pici ország vagyunk, tényleg belelóg a nemzetközi nagy egészbe. Ennek a koncepciónak a megformálására most van alkalom, és most van alkalom a következő években ennek a bonyolítására is, mert mi magunkkal foglalkozunk leginkább, ne azzal foglalkozunk, hogy most Franciaországban ki lesz, meg ki nem lesz, meg hogy lesz. Ha jól alakulnak a dolgok, jól alakulnak. Hollandiában a parasztokat ugye jól elnáspángolták, ott is volt egy óriási balé, ki akarták szorítani ugye a termőterületekről, meg egyebekről. Szóval van egy pálya pillanatilag, és Ebbe a pályába ez a téma, amit úgy hívunk, Men, yeah. hogy a magyar Ilyen. infláció, hát a mi szempontunkból középponti helyet foglalja. Négy percünk van. Jó, ahol lehet, csak annyit tennék hozzá teljesen egyetértve az Imrével, hogy persze, tehát ahol lehet, szövetségeseket kell keresni, persze. és azért van, van esély arra, hogy találjunk szövetséges számos Európai Uniós országba, tehát ezt a lehető legnagyobb intenzitással építeni kell, bízva abban, hogy most már nincs is egészen egy év az Európa parlamenti választásokig, és jó, annak inkább csak szimbolikus jelentősége van, de szimbolikusan biztos, hogy nagyon komoly üzenete lesz, hogy, hogy sikerül-e az ilyen típusú szövetségeket kiépíteni Európában. Tehát ezt mindenféleképpen tennünk kell, de tökéletesen egyetértve, amit részben te is mondtál, meg az Imre is most csak én is csak megerősíteni tudom, hogy kizárólag csak magunkra számíthatunk. Tehát ezt most már teljesen egyértelmű, valószínűleg eddig is így volt, de magunkra de, de, most már, de most már egyértelműen így van, hogy abszolút, tehát a háborúval kapcsolatban, az egész inflációs hullámmal, az energiaárakkal, az élelmiszer probléma, ami mögött szintén ö, olyan társadalom szerveződés, minden, minden mögött valójában olyan hatalomgazdasági összefüggések vannak, ahol teljesen egyértelmű, hogy csak magunkra számíthatunk. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy olyan az a társadalmi konszenzus, ami példanélküli Európában, tehát az, hogy Orbán Viktor szinte most már biztos, hogy ötödször is kétharmadot fog szerezni, mert uh, hál' Istennek egyszerűen uh, there is no alternative, ahogy szokták mondani, tehát semmi, semmiféle kézzel fogható. Hál' Istennek a tisztelt ellenzék mindent meg is tesz annak érdekében, hogy még csak véletlenül se de, olyan, így, de olyan narratíva, nem se, persze. Olyan narratíva ami, ami ezt megalapozza. Tehát tehát van egy példátlan, és ilyen hosszú ideig, nem is tudom, a magyar történelme az elmúlt 150 évben alig volt példa arra, hogy ilyen így van, csak néhány nagy személyiség körül, és egy rendkívül szerencsés, Külső és belső feltételek között lehetett egy-két évtized maximum, amikor ilyen kiváló feltételei voltak annak, hogy a magyar társadalomban nem csak alapvetően béke uralkodik, hanem megvan az elszántság is arra, hogy egyrészt szembenézzünk az évtizedek óta a hordozott problémákkal, és olyan átfogó, konstruktív megoldást, stratégiai szintű, rendszer szintű megoldást találjunk rá, ami, ami évtizedes problémáknak a megoldási esélyét egy, egy, másodperc Tisza Kálmán is ugye akkor szembesült a kiegyezésnek, a, ami Deák azonnal észrevett, és nem akart hát, miniszter, hát. mikor bejöttek ugye 1873-ban. Élelmiszerpiacot letarolta egy törzsdegyválság. Nemzeti akkor bank. Is ez ment Ugye végbe. ő kiharcolta, hogy bekerülünk a nemzeti bankba, a közös nemzet, akkor lett osztrák, tehát ő is egy 15 évet bírt kormányon maradni, nagyot alkotott. Hát most egy hasonló helyzet van. És ki kell használni. És gyakorlatilag az elkövetők is hasonlók ám nem kell itt tévedni. El kell 150 év, de ugyanaz a helyzet. Három a éve ugyanazok. De, a ja, akkor itt most teszünk egy micsodát, kettő is pont, pontot is, pont és, pont pont, és majd innen folytatjuk, mert lejárt sajnos a műsorodónk. Nagyon köszönöm nektek ezt a nagyon izgalmas beszélgetést, és teljesen értem laci az indulatait is, ami Bért, itt ez nem el, nem elszabadult, mert hogy, hogy hát a, ha valami, akkor ez most a bőrünkre a megy szóval és, és a húsunkba mert, vág. Ez. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a jövő héten, mert hogy jövő héten is lesz háttérkép. Köszönöm ö, hallgatóimnak, nézőimnek, a megtisztelő figyelmet, vendégeimnek az értékes gondolatokat, a viszont